Ahhoz, hogy a helyén minden reggel meg tudjon indulni, azhoz több társszolgálatnak az együttműködése szükséges. A mi szolgálatunk az áramellátási szolgálat. Ez a HÉV összes vonalán az áramellátási feladatokat látja el, és biztosítja úgy a vontatási, mint a térvilágítási, erőátviteli energiát. A négy HÉV vonalon a távkábel hálózatunk, amiben beleértve a földkábel hálózatot is több mint 500 km hosszú, míg közvetlenül a munkavezeték az több mint 250 km hosszúságot terül el. Ezt a táphálózatot 13 áram átalakítóból tápláljuk meg, a táplált villamos energiánk 1100 voltos egyenáram. Az elmúlt hétvégéken a Csepeli vonalon nem járt a HÉV, mert karbantartási felújítás munkákat végeztünk. Saját feladatom a felsőjáték hálózat, amely diagnosztikai mérések alapján előre jelezzük, hogy az elhasználódás mértékében mikor, hol kell vezetéket cserélni. Ez történt a Boráros tér és a Műpa közötti részen, a Duna felőli vágányon, ahol teljesen új felsőtékhálózat került kiépítésre. A vonalrész többi szakaszán pedig hőmérséklet függő beszabályozásokat végeztünk, miután ezek a felsőtékhálózatoknak a feszességét súlyfeszítő szerkezetek biztosítják, amelyeket a hőmérséklet függvényében tavasszal, ősszel, a nyári és a téli időszakra való felkészítés miatt muszáj jól beállítani, hogy a év teljes egészében zavartalanul és biztonságosan működjön. A feladatok nagy részét, ami az éjszakai 3-4 órás üzemszünetekben végezhető, azt elvégezzük akkor, viszont egyes feladatok technológiai ideje, időigénye 36-48 óra feszültségmentes, vonatforgalommentes állapotban lehetséges. Szolgálatunk a zavarmentes üzemeltetést több tíz ember segítségével biztosítja, akik a nap 24 órájában szolgálatot biztosítanak a vonalakon, illetve központi telephelyeink. Üzemzavar esetén a helyszínre sietnek, és igyekeznek az üzemzavart minél hamarabb megszüntetni.